Tisztelt konferencia, kedves hölgyeim és uraim! Köszönöm a megtisztelő meghívást, és azt is, hogy a konferencia zárszavaként szólhatok. Megértést kérek, hogy csupán levél útján köszöntöm Önöket. A konferencia címét értelmezem az Önök és magam számára. Stabilitas Loci Benedictini. A bencés monostorok állandósága, állhatatossága. Amikor egy bencés szerzetes ünnepélyes fogadalmat tesz, ezt imádkozza. Promitto stabilitatem meam secundum regulam sanctis patris nostri benedicti. Azaz állhatatosságot ígérek Szent Benedek atyánk regulája szerint. Azaz, hogy életem végig ugyanazon a helyen hűséges maradok az engem meghívó Istenhez. Történelmünk azt igazolja, hogy Isten is hűséges marad a maga kiválasztotta szent helyekhez, mert mindig voltak és vannak, és reméljük, hogy lesznek is olyanok, akik a hely szerelmeseiként, amator loci, visszatérnek az ősi hajlékhoz, felújítják vagy újjáépítik azt, hogy ott a hűséges Isten az őt kereső gyermekeit örömmel töltse el. 1974-ben egy bajorországi utamon Niederaltaik emeritus apátjával, Emanuel Neufelder apátúrral Rihnakba zarándokoltunk Szent Günther remetenségébe. Elcsendesedésünk, imádságunk után az idős apátúr könnyes, de ragyogó szemmel fordul hozzám, és ezt mondja. Asztrik, imádkoztam Bakony Bélért, meglátod, újjászületik. Osztoztam örömében, de nem hittem a proféciájában. Aztán eltelt néhány évtized, és Bakony Bél él, és az önök tudósok kutatják most a régmúltat. Talán nem vakmerő, ha azt mondom, hogy Isten is állhatatos, hűséges korában kiválasztott helyeihez. Itt van Tihany szép példája is, de nyitottak vagyunk idővel a többi benépesítésére is. Szent István királyunk fiának írt intelmeiben azt írta egyházról. A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek Krisztus vetette el a magját, majd az apostolok terjesztették el az egész földkerekségen. És ám bár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mint egy ősinek, réginek tartják. Itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még, mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Ma saját keresztény kultúránk talaján állva, annak kezdetét, gyökereit keressük. Amikor egykor friss hajtás volt, annak volt nyomait, ezer esztendő emlékét a tudósok, szakemberek vizsgálják. Ez a mostani konferencia is ennek ígéretes és értékes példája. Elfogadjuk a kutatások fontosságát, ugyanakkor törékenységét is. A kutatások nagyon kevés esetben zárulnak le végleges eredménnyel. Az újra megismerés vágya, a pontosítás, az újra értelmezés igénye a tudomány alapvető természetéből fakad. Ezen a szakterületen is csak támogatni, üdvözölni lehet. Honfitársaink közül többen, ahogy mi bencések is hálásak vagyunk a régészet szakembereinek az ősi romok felkutatásáért, a hajdan volt megkísérelt rekonstrukciójáért. A magyarországi bencés örökség, legyen a szellemi, tárgyi építészeti, fontos a magyar történelemnek, tudománynak, a szakembereknek, és fontos nekünk, akik ma más körülmények között, de ugyanolyan stabilitással, állhatatossággal törekszünk szerzetesi eszményeinket megélni. Köszönöm munkájukat, gratulálok a konferenciához, és szívből kívánom a folytatást is. Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát.